Napfény és növények. Az élet alkímiája. A természetet tápláló energiaforrás, ami a lehető leghatékonyabban kerül kihasználásra. A természetes szelekció minden lényt megtanított a takarékosságra, minden lényt egyet kivéve. Amikor az emberek felfedezték a tüzet, annyi energia birtokába jutottak, hogy megszabadulhattak a természet korlátaitól. Ez alapvetően befolyásolta a történelmet a bronzkortól a vaskoron át az ipari forradalomig. Az ipari forradalom megváltoztatta az életünket, anyag és energia nagy mennyiségű előállítására tett minket képessé. De vajon milyen árat fizet ezért a Föld? Az utóbbi időben már elsősorban az információs forradalom befolyásolja az életünket, aminek hátterében persze ugyancsak ott vannak a korábbi fejlesztések. Az ipari és digitális világ embere már elszakadt a természettől, de a biomimetika új tudománya változtathat ezen. Ha megértjük, milyen alapvető elvek határozzák meg a természet energiafejlesztését és információs rendszereit, radikálisan új lehetőségek nyílhatnak meg számunkra és bolygónk számára is. A természet technológiái. Minden élő szervezetnek energiára van szüksége. Szerencsére világunk bővelkedik megújuló energiaforrásokban, a táplálék méretét és formáját tekintve igen sokféle lehet. A cél azonban az, hogy miközben egy lény ételt keres, ne váljon azzá saját maga is. Ez az ősi törvény az evolúció során a táplálékszerzés elképesztő módozatait eredményezte. Életerő. Az energia a kulcs.